Sziasztok, én Barna vagyok, és ez itt az Inside News heti hírműsor, ahol különféle híreket, újításokat vagy videókat mutatok be, amik az adott héten történtek a YouTube-on vagy ahhoz kapcsolódóan. Ebben a videóban szó lesz Logan Paul legújabb balhéjáról, arról, hogy jó pár YouTube csatorna visszatért és vagy megváltozik, és hogy mi is ez az adatvédelmi változás, amit a YouTube folyamatosan jelez. Úgyhogy tartsatok velem! Mielőtt elkezdődik ez a videó, szeretném elmondani nektek, hogy ti is részt tudtok venni ebben a sorozatban, és ezzel tudjátok segíteni a munkásságomat. A leírásban találtok egy weboldalt, ahol miután kiválasztottátok azt a szekciót, ahova szeretnétek küldeni ajánlásokat, utána töltsétek ki a kérdőívet és küldjétek el. A héten 28 darab ajánlást kaptam, amik közül nagyon sok nem is ezen a héten történt, illetve nagyon sok dolgot rossz helyre küldtetek, illetve nagyon sok olyan csatorna ajánlás volt, ahol valaki a saját csatornáját ajánlotta, viszont olyan leírással, ami úgymond úgy hangzott, mintha nem is az ő csatornája lenne. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogyha valaki a saját csatornáját szeretné promózni, akkor az írja oda, hogy az a saját csatornája. Illetve ebből tanulva minden egyes szekcióhoz oda fogok majd rakni egy leírást, hogy mit és hova kell küldenetek. Héten történt is egy YouTube módosítás, méghozzá az androidos applikációban, a keresősávnál ugye ott van egy kis mikrofon, az ugye a hangalapú keresés, és ennek a kinézete változott meg, illetve a Show Me parancs bekerült, amivel lényegében bármire rá tudtok keresni, az itteni példában például a felkapott videókra. Továbbá kértétek, hogy beszéljek arról, hogy mi is ez az adatvédelmi változás, amit a YouTube fölül mindig jelez. Azt tudnátok, hogy a YouTube egy amerikai székhelyű cég, amit megvásárolt a Google, és bármilyen jogi dolog történik a világon, az oda kerül. Viszont lehet, hogy hamarosan bevezetik a 13. cikket itt Európán belül, és ez eléggé sok jogi dologgal sújtaná az amerikai székhelyet. És a Google úgy döntött, hogy a teljes európai régió ezentúl az írországi Google székhelyhez fog tartozni jogilag. Tehát ha esetleg bevezetik a 13. cikket itt Európában, és valamilyen jogi dolog történik bármilyen Google-ös terméknél, és ezen belül is ugye akár a YouTube-on is, az mind az írországi székhelyhez fog tartozni. És saját véleményem és sejtésem szerint ez egyfajta tehermentesítés, ugyanis az amerikai székhely továbbá is tud üzemelni, mint egy ilyen világszintű jogi központ, viszont az európai régiót az csak az írországi fogja ezentúl kezelni. A héten is történt jó pár dolog a magyar YouTube-on, úgyhogy lássuk is. Nessai, Brotest, Edoval, Varhussal és The VR Anival kiegészülve a Honfoglaló TV stúdiójában felvettek egy komplett egész adást, és ez végre felkerült Nessai fő csatornájára. És őszintén szóval tényleg nagyon minőségre, nagyon jó nézni azt, hogy videósok szerepelnek egy ilyen tévés színvonalú műsorban. Magyarosi Csaba visszatért, és elkezdte a harmadik évadot, ráadásul egy nagyon érdekes epizóddal, ugyanis egy tibeti étterembe ment, és ott meginterjú volt a szakást, illetve evett jakhúst, úgyhogy tényleg egy érdekes epizód, majd azt is nézzétek meg. The Big O elindított egy tech csatornát, ami már van is egy Apple Watch 4 unboxing videó, ami eléggé viccesre sikerült, meg érdekesre, de mindenképp nézzétek majd meg, mert szerintem jó pofa lett. Paul Street csatornája most egy időre le fog állni, ugyanis a YouTube félrevezető címekre hivatkozva korlátozza a feltöltést neki az elkövetkezendő egy hónapban, aminek azért nincsen relevanciája szerintem, mivel Paul Street nem szokott félrevezető címeket adni, maximum full nagybetűkkel ír, amit a YouTube amúgy nem tiltana, maximum kevésbé ajánlana, ugyanis készítettek egy felmérést, amiből kiderült, hogy az emberek tudata alatt, amikor ránéznek egy full nagybetű címre, akkor olyan érzés kelt bennük, mintha valaki rájuk üvöltene, és ezért a YouTube most már kevésbé ajánlja a full nagybetű címeket, de ez akkor se indok arra, hogy valakit ilyen szinten korlátozzanak. Úgyhogy kitartás Paul Street, majd várjuk a további videókat. Liza Koshy visszatért, pontosabban a másodlagos csatornára feltöltött a napokban egy videót, amiben elmesélte, hogy hol volt az utóbbi közel egy évben. Röviden kiégett, és most azon volt az utóbbi időkben, hogy visszaállítsa a mentális egészségét és boldogságát, ugyanis a videóival másokat akart boldoggá tenni, és ha ő nem boldog, akkor nem akar videókat csinálni, mivel neki a videók minősége fontosabb, mint a mennyiségük. Lily Singh és a Game Grumps 2019-re változásokat ígér, és hogyha esetleg valaki követi ezeket a csatornákat, azok mindenképpen nézzék meg ezeket a videókat. PewDiePie elérte a 80 millió feliratkozót, sőt a T-Series is már,
és most már egyre jobban közeledik T-Series PewDiePie-hoz, jelenleg körülbelül 400 000 feliratkozó különbségre vannak egymástól. Nincs január Logan Paul balhé nélkül, Logan Paul egy podcastet készít Impulzív címmel, amiben kimondott egy olyan mondatot, hogy egy hónapig ő most meleg lesz. So it's male only March, we're gonna attempt to go gay for just one month. For one month, and then swing, and then go back. És ezen az LGBTQ közösség teljesen kiakadt, rengeteg Twitter üzenetben kifejezték azt, hogy ez mennyire támadó számukra, hiszen senki se tudja eldönteni azt, hogy ő most meleg lesz. És hát véleményem szerint ez eléggé fel lett fújva, ugyanis eléggé kiragadták a kontextusba, hiszen egyébként egy viccelődés közepén mondták ezt. Persze most joggal lehet mondani, hogy ilyennel nem szabad viccelődni, de akkor is szerintem ez sokkal jobban fel lett fújva, mint ami. Az elkövetkezendő összes ajánlott videót megtaláljátok a leírásban, illetve a videó végi lejátszási listába rakva. Simonfi Peti a Samsung Magyarország csatornára készített egy Samsung Watch reklám videót, és szerintem nagyon jó pofa lett, majd lessétek meg. Tanulom magamat is készített egy videót a fekete lyukakról, ahol bemutatja ezeknek a működését és hogy hogyan keletkeznek. Szerintem nagyon érdekes videó lett, majd ezt is mindenképp nézzétek meg. Illetve a következő videót Nagy Nikolász ajánlotta, ami nem más, mint Hajnóci Soma legújabb videója, amiben különféle kártyadobásos trükköket mutat be. Ha esetleg gondolkodtok azon, hogy szeretnétek elkezdeni YouTube videókat készíteni, akkor ajánlom nektek Roberto Blake egyik legújabb videóját, amiben 12 tippet ad a kezdő YouTube videósoknak. Illetve zárójelben megjegyezném, hogy én is gondolkodtam hasonló videón, majd lehet, hogy egyszer megcsinálom. A héten volt megrendezve a CES, ami egy ilyen technológiai kiállítás, és innen készített videót Marcus Brownlee, ráadásul most két videót is ajánlok nektek. Az egyik az, hogy készített videót a Samsung egyik legújabb, legördülő 4K-s tévére, ami tényleg nagyon látványos és nagyon érdekes. A másik pedig egy önvezető autón, mert konkrétan kimentek a Los Angeles-i forgalomba, és az autó önmagát vezette. Tényleg mind a két videó nagyon érdekes, majd ezeket mindenkit nézzétek meg. Hogy esetleg valaki gondolkodik abban, hogy szeretne elkezdeni animációs videókat készíteni, akkor ajánlom neki Andrei Tarbeya, remélem jól ejtettem ki, legújabb videóját, amiben elmesél, hogy ő hogyan lett animátor. Azt találtam ki, hogy az egyik héten egy magyar, a másik héten pedig egy nemzetközi YouTube csatornát fogok nektek bemutatni. Ezen a héten pedig szeretném nektek bemutatni a TechWiki csatornát, amit lehet, hogy sokan ismertek, hiszen eléggé nagy csatornáról van szó. Viszont a TechWiki a nagy sikerű kanadai tech csatorna, a Linus Tech Tips másik csatornája. Legnépszerűbb sorozatuk az As Fast As Possible, ahol különféle dolgokról magyarázzák el, hogy mi hogy működik. Ez lehet akár egy számítógépes alkatrésznek, egy programnak, vagy lényegében bárminek a működése, ami technológia. Ezen a héten is a felkapott listát a zenék uralták, viszont volt azért jó pár olyan videó, amit én személy szerint ajánlanék megnézésre. Ezek közül az első a tech2.hu hajlítható telefon bemutatója, amit az idei 2019-es CES kiállításon készítettek. A Játsszuk le csatornára felkerült Marissal és Klaudiával az 1 milliós játszma, illetve ha valaki valami humorosra vágyik, akkor ajánlom Radics Peti legújabb videóját, a Facebook üzeneteim 9. epizódját. Nos, ez a szekció ez nem úgy alakult, ahogy én azt így hirtelen elsőre gondoltam, ugyanis csak két videót sikerült összeszedni a héten, bár biztos, hogy volt több, de én így kettőt találtam, illetve egyet valaki ajánlott. Az első Szabi S legújabb videója, aminek az volt a címe, hogy abba hagyom a videózás, zárója nem clickbait, és technikailag a videóban elmondja, hogy fogja folytatni a videózást, viszont a cím az azért lett ez, mert végülis ez egy ilyen hangzatos szóvicc akart lenni arra, hogy ez 2018 utolsó videója, ugyanis ez december 31-én rakta ki. A másik pedig a legjobb magyar top 10 legújabb videója, ami egyébként felkapott is, és őszintén szóval azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy az ilyeneket ne is nagyon küldjetek, tehát legjobb magyar top 10 YouTuber Bence, ezek úgyis mind clickbaitesek, szóval tök felesleges elküldenetek, viszont a legjobb magyar top 10-es videónál a OneTablet-ről készített egy videót, ami végül is egy olyan anyag, ami lényegében nem veri vissza a fényt, és ezért teljesen fekete az egész, sőt nincsen egyébként konkrét színe. De akkor sem értem, hogy ez miért kellett ilyen durva clickbaites címet adni. A héten nem nagyon lesz közelgő rendezvény, viszont egy hibát elkövettem, ugyanis a tegnapi nap volt Szlovákiában,
pontosabban Dunaszerdahelynél egy közönség találkozó videósokkal, úgyhogy sajnálom, hogy erről nem tájékoztattalak titeket, de majd legközelebb figyelek az ilyenekre. Ehhez a szekcióhoz is várok majd ajánlásokat, a honlapon majd töltsétek ki az ehhez tartozó kérdőívet. A hét kérdése pedig a következő: milyen eszközről nézitek a YouTube videókat nagy részt, és ha valamit változtatnátok az adott eszközhöz tartozó YouTube kinézetén vagy működésén, akkor mi lenne az? Tehát ha mondjuk valaki tévéről néz YouTube-ot, akkor a YouTube applikáción belül mondjuk az egyik gombot balról jobbra áthelyezni. És tudom, ez egy béna példa, de körülbelül ilyen szinten várom a válaszokat, tehát hogy milyen eszközről nézitek a videót, és az adott eszközhöz tartozó YouTube-on mit változtatnátok. Jelenleg ugye számítógépeken, mobilokon és tévéken, sőt még konzolokon is elérhető a YouTube, legutóbb egyébként a Nintendo Switch-hez készítették el a YouTube applikációt. Nos, az előző hét kérdése az volt, hogy ti hogy érzitek, mennyire megfelelően tájékoztat titeket a YouTube, és hogy ezen mit változtatnátok, és nagyon sokan félreértettétek a kérdést, ugyanis sorra nagyon sokan megírtátok, hogy az értesítési rendszer az nem működik, és hogy ti ezen mit változtatnátok, viszont nem feltétlen ez volt a kérdés, de semmi gond, ezek után inkább válaszoljátok a mostani hét kérdésére. Köszönöm, hogy végignéztetek ezt a videót, ha nem szeretnétek lemaradni a következő epizódokról, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok be a kis csengőt is, illetve elérhető vagyok Instagramon is, ahol minden egyes nap valamilyen érdekes történetet megosztok Insta Storyban. Én Barna voltam, további szép napot nektek, sziasztok!